Üdvözlet mindenkinek egy újabb videóban. A Kaposvárra tartó Riprónai Intercity-vel fogunk utazni Budapest keleti pályaudvarra. Mint látjátok, hogy nem sok választása van, aki IC minőségben akar utazni. Egy Rail Tools-os személykocsi áll rendelkezésére, ugye ezek légkondisak, és van kettő még Németországból vásárolt Halberstadti kocsi, amik ugye fellettek újítva. Igen, és egy jó erős gigant húz minket, és persze pontosan a pécsi Intercity érkezését követően elindultunk Kaposvár felé. Egyébként a dátum 2024. augusztus 19-e. Nagyon meleg van, és itt a peronon még a keletibe lemosdottam egy picit, levizeztem a hajamat, hiszen Kaposvárig nem lesz rá lehetőségem, hogy felfrissítsem magamat. Bár hideg innivalót hoztam magammal, ugye a hűtőtáska, egy ilyen kis kézi hűtőtáska, ilyenkor mindig viszek magammal, kis jégakú, kajcsi benne, pluszban a kulacsom kívül egy vásárolt másfél literes szénsavmentes ásványvíz, jó hidegen, mindig a táska aljában maradva vésztartalékként, hiszen sose lehet tudni, hogy időben odaérünk-e Kaposvárra. Nagyon bízok így a legjobbakban, hogy menetrend szerint érkezünk. És itt a Dunai Híd és Kelenföld bejárat előtt jól látjátok a munkálatokat, meg azt is, hogy hát csak három kocsis szerelvényünk van, így tényleg a késést remélhetőleg, hogyha lesz is pár perces, a gigant be tudja hozni. Egyébként itt Kelenföldön egy pár percet áll a vonat, talán ilyen 4-5 percet is, ha jó emlékszem. És bizony már itt Kelenföldtől kijárva, ugye a Duna mellett haladva, egy kocsi is versenybe szállt velünk. Remélhetőleg ő is szerencsésen odaérkezik az úti céljához. Ez a vonat egyébként nem sok helyen áll meg Kaposvárig, mint látni fogjátok, Puszta-Szabolcson is átsuhanunk a vonatunkkal. Az első, hát nem menetrend szerinti megállásunk, de a vonatnak biztosan az egyvágányú pályának köszönhetően bevárva az ellenvonatot, Sárosdon állunk meg egy pár percre, amíg elhalad a szembejövő. Én úgy láttam, hogy ez egy Mecsek Intercity vonat Pécsről érkezve. Menet közben egyébként le vannak húzva az ablakok, jó idő van, tényleg azt lehet mondani, meg a táj jellegéből adódóan ilyen hegyes, völgyes, hát inkább völgyes, erdős részen halad át a vonatunk, és ez csökkenti a hőmérsékletet, és kellemes levegő áramlik be a vonatablakon. Nyilván így a peronon megállva, így érezhető a nyári napsugár ereje. A következő kereszt Nagylókállomáson történt egy szembejövő vonat késése miatt, ami számunkra is sárgaságot okozott. Sárbogárt helyett, ahol szintén nem áll meg a vonatunk, csak átsuhadunk. Nagyon kihalt most az állomás, hiszen a pécsi Intercity kereszteknél ugye a Gemenc interrégiók is itt keresztezik egymást, átszállási lehetőségek vannak ugye Székesfehérvár és Szekszárd irányában, és csak egy BZ plusz felújított pótja árválkodik ebben a melegben. A következő átsuhanó állomásunk
rétsziklas, ahova ugye csatlakozik a Duna Újvárosról érkező vonal. A másik vonal, ami ugye innen a villamosított pályát adja el, az pedig Szekszárd felé tart. Ugye ezen szokott a Gemenz Interregio is szolgáltatást nyújtani. És megérkezünk az első menetrend szerinti megállóhelyünkre, ez pedig Simon tornya lesz, mint látni fogjátok, ahol igazából le is felszállás után a vonat tovább indul menetrend szerint. Amint látjátok, elég változatos a táj, és nagyon szép is. Én mindig a ősznek a színeit várom, így vonatabból ez a táj is gyönyörű lehet, bár így is azt lehet mondani rá, hiszen ezek a lankás, dombos, mezős táj egységek adják meg a vonatozás élményét számomra. Nincs kizárt, hogy számotokra is. A következő állomás, ugye szintén menetrend szerinti megállóhely, bár nehezen ismerhető fel, hiszen a fák miatt a kiírás nem nagyon látható, ez pedig pincehely állomás, ahol igazából fel és leszállás után folytattuk utunkat ugyancsak. Amint látjátok a videózásból is, a környezet, ugye, mint mondtam, ezek a dombos, erdős, tisztásos szakaszok engem lenyűgöznek, így megpróbáltam ezeket is úgy átadni a vonatból, hogy átélhető legyen. Majd megérkezünk lassan Szakály hőgyészre is. Itt többet állt a vonatunk, igazából azt hittem, hogy erről van az állomás, és később láttam meg, hogy a másik oldalban van az állomás, és bizony itt bevártuk a szembejövő szintén Mecsek Intercity vonatot, majd egy Dombováról Puszta Szabolcsig közlekedő személyvonatot is. Mi hiába közlekedtünk, ugyebár menetrend szerint, ugye várakozva az indulási időt, de a szembejövők késtek, így nekünk is egy pár perc csúszást okozott, és igazából Dombovára is ugyanígy érkeztünk, ahol a vonat utazó közönsége nagy része ki is ürült. Én meg csak nézelődtem igazából, hiszen ez új környék számomra, bár Pécs fele már utaztam, majd erről is fogtok látni egy videót, de akkor is így Kaposvár felé közlekedve és elhaladva a fűtőház mellett, a dombovári fűtőház mellett nagyon felcsillant a szemem, hogy milyen ékességek is vannak itt tárolva, vagy pedig várva sorsukat, esetleg vezénylésbe, a vonat érén haladva. Jól megfigyeltem azt is, hogy Dombonvár állomás elég szép nagy állomás. Láttam egy-két tehervonatot is, láttam sajnos olyan vonatokat is, amit már nem lesznek vonatok, selejtezésre várnak. Ám kitűnt mégis bennem ez a Dombovár állomás szépsége. Még nem szálltam itt le, de el fogok ide jönni, hiszen egy nagyon mutatós, szép nagy állomás. Meg szeretném mutatni itt a videóba, hogy ugye itt kiágazzik Pécs felé a vonal, ugye itt a Mecsek Intercity közlekednek, jönnek, mennek, és megállnak bizony Dombovár állomáson is, és mindjárt, amit említettem is, közeledünk a
hűtőházhoz, és ti is meg fogjátok csodálni a mozdonyokat, ami remélem egy kicsit érdekessé teszi a videót nektek. Dobóvárt egyébként egy pár perc utazás után, azt hiszem egy 5-6 perc utazás követően, nem is tudtam, hogy Dombovár alsó következik. Itt beugrott egy annó hűrdővonatnak is mondott Szeged Hunyódi járat, amivel nem egyszer egy MD szerelvénye volt alkalmam végigutazni. Ez ugyebár nem ment be Dombovára, hanem itt Dombovár alsón áthaladva, pontosabban áthaladva, megállva tovább ment Kaposvárig, és Kaposvár után pedig Fonyódra tartott, ahogy a Fenyves Express is közlekedik ugyebár mostanság. Itt is van az állomás, ő is egy nagyon szép nagy állomás. A peron még árulkodik, ugyebár a le- és felszállásról, talán már akkor is ugyanez a peron volt, amikor érkeztünk Szeged felől. Az állomás elhagyva egyébként szintén nagyon szép részen ment keresztül a vonat, így azt lehet mondani, hogy kint lógtam az ablakba, ha nem is filmeztem, csodáltam ezt a tájat, és bizony Dombovár követően nem áll meg ez a vonat sehol se, ugye Kaposvárig is, és így voltak állomások, ahol csak átsuhantunk. Kaposvár előtt aztán becsatlakozott hozzánk, ugye jobbra a siófoki vonal, ugye Kaposvár, Tab, Siófok, amin végig is utaztam, majd fogtok látni egy videóban majd a jövőben. Addig is én elköszönök, én köszönöm a figyelmet, hogy megnéztétek a videómat, ezt is. Remélem tetszett, szép napot, szép estét kívánok ezzel a felvétellel, hogy érkezünk Kaposvár állomásra. Sziasztok!